Számomra ebben a projektben a legnagyobb meglepetést azt okozta, hogy a látogatók mennyire pozitívan álltak hozzá a kiállításhoz, ahhoz, hogy gyerekek hoztak létre egy tárlatot a Gödöllői Királyi Kastélyban, egy olyan nehéz időszakról, ami a II. Világháborútól egészen 1990-ig terjedt. Egyrészt értékelték a látogatók, hogy fiatalokat vontunk be, másrészt a saját élményeiken keresztül a családok is elkezdtek beszélgetni erről az időszakról, ez volt a fő célunk egyébként a kiállítással. És jól fogadta a szakmai közönség is, hiszen számos díjat kaptunk a kiállításért, ezek közül a legbüszkébbek, az Európai Örökség Európa Nostra díjra vagyunk. A projekt legpozitívabb meglepetése nekem az volt, hogy mekkora ötleteket meg tudtunk valósítani közösen így csapatmunkában, és hogy azokat az ötleteket is meg tudtunk mutatni az embereknek, és ki tudtuk fejezni magunkat, ami először lehetetlennek tűnt. Mindent engedtek csinálni, nyilván az adott kereteken belül, de szabadon tudtunk kísérletezni azzal, ami minket érdekel. Ugye még itt vannak közöttünk azok az emberek, akik itt dolgoztak, akár a konyhába, akár nővérként, és ugye még velük tudtunk leülni, beszélgetni, végig jártuk velük a termeket, és mindent elmeséltek, hogy itt kialudt, ott kialudt, elmesélték a történeteket, és ez alapján sokkal jobban fel lehetett dolgozni ezt a közel, hát majdnem 40 év történelmét. A projekt legpozitívabb meglepetése számomra szerintem egyértelműen a végén ez az Európa Nostra, Európai Örökség díj volt, hiszen nem gondoltam volna, hogy ez a munka, amit mi csinálunk itt Gödöllőn, ez a projekt, ez nemzetközi szinten is értékes és figyelemre méltó, de úgy tűnik, hogy ez a helyzet. Azért vált sikeressé ez a projekt, mert meg tudtuk nyitni a gyerekeket, és tudtunk nekik teret adni. És a legnagyobb küzdelem saját magunkkal volt, hogy engedjük őket dolgozni, hogy elhiggyük, hogy ők alkalmasak arra, hogy létrehozzanak saját gondolatok által egy önálló tárlatot, egy önálló kiállítást, egy önálló terméket. Számomra a kommunikáció okozta a legnagyobb nehézséget, hiszen ebben a projektben 3 generáció dolgozott együtt, olyan résztvevők, akik korábban többnyire nem ismerték egymást. Nekünk kollégáimmal teljesen új eszközöket, módszereket kellett kitalálnunk, hogy folyamatosan kapcsolatot tartsunk a fiatalokkal. Az idősebb korosztály, akik pedig szemtanúi voltak ezeknek az évtizedeknek a rendszerváltás előtt, nekik pedig kifejezetten inspiráló volt, hogy a fiatalok kíváncsiak a történeteikre, emlékeikre, és ezért még többet, még jobban akartak segíteni nekünk ebben a projektben. Nyáron kezdődött, de a vége fele már iskola volt. És azzal összehozni, meg a nyári programunk mellé beilleszteni, az nem volt egyszerű, de mindenképp megérte, úgyhogy. Azt gondolom, hogy a legnagyobb haszna és a közösség számára a legfontosabb előremutatás az az, hogy beszélgessünk egymással, mutassuk meg a fiataloknak, hogy mi is voltunk fiatalok, és mi hogy éltünk, mennyire másként, vagy mennyire hasonló módon gondolkodtunk, mint ők teszik. Erre a kiállítás alkalmas. Végigjárva ugye a kiállító tereket el tudtak nosztalgiázni, és szerintem nagyon nagy örömmel gondoltak vissza a fiatalságukra és ugye a múltra. Szerintem, hogyha a közösséget, a kicsi közösségnek, így az alkotói közösségnek értjük, akkor mindenképpen egyrészt összerázta a társaságot, ami szerintem nagyon pozitív volt, és egy nagyon szoros kötelék alakult ki így, főleg a megnyitó környékén az emberek között. És ezen kívül az egyes emberek életére is hatással volt szerintem, mert van, aki ez alapján választ a pályát. Azért bemutatott egy olyan korszakot, amiről nem is szoktunk beszélni, sajnos nem is szeretünk beszélni, de mégis, mint utólag kiderült, erre volt igény, úgyhogy szerintem ez volt egy nagyon jó dolog. Enélkül a projekt nélkül számos tárgy és történet elveszett volna a kastély életéből, tehát a fiataloknak és ennek a projektnek köszönhetjük, hogy ezek megőrződtek a kastély történelméből. A projektnek a legnagyobb hatása szerintem a legidősebb, illetve a legfiatalabb korosztályra volt, hiszen a legfiatalabbak gyakorlatilag egyáltalán nincsenek tisztában szerintem a szocializmussal és azzal, hogy mik történtek itt akár 50-60 évvel ezelőtt. A legidősebbeknek pedig azért, hiszen egy olyan nosztalgia faktorral rendelkezett ez a kiállítás számukra, ami szerintem legalábbis egy felbecsülhetetlen élmény lehetett.
Remélem, hogy a közösség számára egy olyan lökés lesz, egy olyan buzdító erő, ami megmutatja, hogy a fiataloknak nem gáz múzeumba járni, nem gáz múzeumba dolgozni, és a történelemmel foglalkozni sem gáz, és nem feltétlenül unalmas. Bár a projektnek a célja az volt, hogy a rendszerváltoztatás 30. évfordulója kapcsán egy időszaki kiállítást hozzunk létre a Gödöllői Királyi Kastélyba, úgy döntöttünk, hogy a kiállítást folytatjuk és beépítjük állandó kínálatunkba. Így a gyerekek egy picit kisebb térben, de hasonló tartalommal létrehoznak egy állandó tárlatot, amit a jövőben meg lehet tekinteni, és meg lehet ismerni azt is, hogy a Gödöllői Királyi Kastélyt milyen állapotból kellett felújítanunk.